A hagyományokhoz hülyen ebben az évben is a Múzeumparkban található Györffy István szobornál kezdődött a már sokadik éve megrendezésre kerülő Györffy napok nevet viselő programsorozat. A Györffy István általános iskola és Szent Erzsébet óvoda évről évre ezzel az esemény sorozattal tiszteleg névadója előtt. A néprajztudó szobránál gyülekeztek az intézményben dolgozók, a tanulók és a gyermekek, valamint városunk előjárói, hogy megemlékezzenek Györffy Istvánról születésének 140. évfordulóján. A megjelenteket Kovács Miklósné intézményvezető köszöntötte elsőként. Köszöntöm a kedves szülőket, a tanulókat és mindazokat, akik megtisztelnek bennünket a mai rendezvényünkön. A következő percekben iskolánk névadójára, Györffy István híres néprajzkutatóra emlékezünk, aki 140 évvel ezelőtt itt Karcagon a Széchenyi sugárút 40 szám alatt látta meg a napvilágot. Itt állunk a róla elnevezett Györffy István nagykőmúzeum mellett, háttérben az 1962-ben róla elnevezett iskola, előttünk pedig az 1984-ben felavatott másfélszeres élettartságú bronz ülőszobra, melyet Györffy Sándor Kossuth-díjas szobrászművész készített születésének 100. évfordulójára. Ortutai Gyula így jellemzi Györffy István. Mint szeretett kunyai, kinek életét, múltját, népi sajátosságait szenvedélye szeretettel mutatta. Tempós nyugalom, csöndes szerénység jellemezte, de emögött a nyugalom mögött mérhetetlen energia és fáradhatatlan mutatása között. A szerénységet csak felszín volt, illedelmes köntöse öntudatának, tisztességének. Tisztelt emlékező közösség, legyen példa előttünk életútja, munkássága, legyünk őrzői néphagyományunknak. Az intézményvezető köszöntő gondolatait követően Horváth Tóth Éva, valamint Hálócsenda Anikó tanítónők emlékeztek meg Györffy István életéről és munkásságáról. Györffy István élete végéig elszakíthatatlan szálak fűzték szülőföldjéhez, a nagykunsághoz. Olyan földön nevelkedett, olyan világ vette körül, amely a legjobb néprajzi iskola volt számára. Az élet nevelte etnográfussás, ebben meghatározó lendületet adó tényező a szülőföld volt. Györffy István 1884. február 11-én született Karcagon. Az itt megtelepedő dédapja a gazdálkodás mellett fazekassággal foglalkozott, ezért kapta a család a Korsós Györffy nevet. Édesapja megkísérelte a kiemelkedést a parasztiparos sorból, átvette az űrszabú műhelyt, azonban a haldokló mesterség nem biztosított gondtalan megélhetést. István fiát még beiratta a gimnáziumba, de első botlása után kivette onnan, és az alig 14 éves fiút paraszti munkára fogta. A kisújszállási határban bérelt kis tanyán egy hosszú telet töltött el, ahol a kalendáriumtól a török nyelvkönyvig mindent konon olvasott. Édesanyja első dolga volt fiát ismét beiratni a gimnáziumba, amelynek felsőbb osztályai a Késmárki Evangélikus Líceumban végezte minden szülői támogatás nélkül. A szülidőkben szinte a fél Magyarországot bejárta, a Felvidéktől Piuméig, a Dunántúltól az erdélyi Kárpátokig. Nagy gyaloglásai sokrétű ismeretekkel gazdagították. A néprajzhoz való vonzódásáról tanúskodik, hogy már gimnazista korában belépett a néprajzi társaságba. Az intézmény alsó tagozatos énekkar a pásztordalokból álló dalcsokorral emlékezett meg Györffy Istvánról. Egyszerű ember volt, ki
aki tisztelte őseit, ránk hagyta a múlt elfeledett kincseit. Őrizd a hagyományt, szeresd a népedet, mintha ezt üzennéd a karcagon élőknek. Fogadjuk meg szavát, s amíg élünk, a hagyományőrzés legyen fontos nékünk. Az első osztályosok szavalatát követően Kovács Miklósné intézményvezető nyújtott át a legifjabbak számára a Györfi Istvánt ábrázoló képet. A megemlékezés koszorúzással folytatódott. A Karcagvárosi Önkormányzat képviseletében Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a Györfi István Nagykun Múzeum nevében dr. Nagy Molnár Miklós igazgató és munkatársai, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének képviseletében S. Kovács Ilona elnök, a Kun Szövetség nevében dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő, a Karcagi Kátai Gábor Kórház képviseletében Nagyné László Erzsébet főigazgató és Szabóné Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettes, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda iskola vezetése, a diák önkormányzat és a szülői munkaközösség képviselői helyezték el koszorúikat a szobornál.